hogy abban a világosságban járjunk, amit nekünk ad az Úr. Nie chceme ľudí dostať do nášho svetla. Ne akarjuk az embereket a mi világosságunkba juttatni. Lebo okamžite sa dostávame do oblasti manipulácie. Mert azonnal a manipulálás területére kerülünk. A môžeme vlastne sa dostať niekde tam, kde by sme sa vôbec nechceli. És akkor oda juthatunk, ahova egyáltalán nem akarunk. Ale my máme mať svetlo na dnes pre seba. A magunk számára kell, hogy legyen a mai napra világosságunk. Ja vchádzam do komórky nie pre vás a pre vaše potreby. Én amikor az imakamrámban megyek, akkor nem ti értetek meg a ti szükségeitekért. Ale prvorade, keď idem do obecenstva s Pánom, hanem elsődlegesen, amikor megyek az Úrnak az Úrral való közösségbe, tak hľadám to obecenstvo, osobné obecenstvo s Bohom, akkor személyes közösséget keresek Istennel. Hľadám to, aby písmo hovorilo ku mne osobne. Arra törekszem, hogy a Szentírás az hozzám személyesen beszéljen. A aby to bolo moje svetlo, svetlo, ktoré pre mňa dáva Boh. És az az én világosságom legyen az a világosság, amit nekem ad Isten. A potom si svietim a ide. És aztán világítok magamnak is megyek. A tak je to vlastne aj s tým našim kresťanským jednaním. És ez a helyzet, ami keresztény viselkedés módunkkal is. A to je správne. És ez helyes. Keď sa delíme s tým svetlom, ktoré sme my dostali od Pána. Hogyha megosztjuk másokkal azt a világosságot, amit mi kaptunk az Úrtól. Niekedy počúvam katasztrofálne prejavy v niektorých skupinách. Egyes csoportokban néha katasztrofális megnyilvánulásoknak vagyok a tanúja. A dokonca niekedy si na to ešte niektoré skupiny aj budujú a dávajú na tom záležať. Német csoport meg pont erre épít, és ezt nagyon fontosnak tartja. Že dostala som slovo pre teba. Hogy kaptam egy igét a te számodra. Alebo Duch Svätý mi niečo povedal o tebe. A Szent Szellem mondott nekem valamit rólad. Takéto podobné výroky. És ilyen hasonló kijelentések. Čo si myslíte, že Duch Svätý klebetí? Mit gondoltok a Szent Szellem pletykál? Čo si vy myslíte, že Duch Svätý chce viesť ľudí cez teba? Azt gondoljátok, hogy az emberek rajta, a Szent Szellem rajtatok keresztül akarja vezetni az embereket? To je manipulácia. Ez manipulálás. Okamžite sa človek dostáva do oblasti manipulácie. Az ember azonnal a manipulálás területére kerül. A celé obecenstva, celé spoločenstva Božieho ľudu vlastne sa stávajú manipulované. És egész közösségek, Isten népének egész közösségei lesznek ezáltal manipuláltak. A ľudia sa cítia byť zovretí a boja sa prejaviť a boja sa, proste boja sa jeden druhého. És az emberek egy ilyen szorultságban érzik magukat és félnek egymástól. Lebo Duch Svätý, on neklebetí. Mert a Szent Szellem nem pletyká. A niektorí ľudia majú strach a v obecenstvách žijú v strachu a v tom, že proste komu čo Pán zjavil, o kom a o čom. Vannak emberek, akik egyes közösségekben félnek, hogy most akkor a Szentlélek kinek mit, kiről, hogyan jelentett ki. A to nastane veľká nesloboda. És akkor itt ennek a vége nagy szabadságtalanság. A táto nesloboda vedie potom k určitému takému stavu, kde jedni nad druhými panujú. És ez a szabadságtalanság, ez olyan állapotot eredményez, amelyben egyes emberek más emberek fölött uralkodnak. Jedni sa cítia, že vládnu. Egyesek úgy érzik, hogy uralkodnak. A druhý majú pocit utláčanosti. A mások pedig úgy érzik, hogy elnyomják őket. Ale toto nie je práca Ducha Svätého. De ez nem a Szent Szellemnek a munkája. To je práca diablova. Ez az ördög munkája. To je manipulácia. Ez manipulálás. Nezabudnite, aj diabol vie pracovať s Božím slovom. Ne felejtsétek el, hogy az ördög is tud dolgozni Isten igényével. Keby ste si nič tohto nezapamätali. Hogyha semmit se jegyeznétek meg ebből. Jedno si zapamätajte. Egyet jegyezzetek meg. Duch Svätý nikomu o nikom neklebetí. A Szent Szellem senkinek senkiről nem pletyká. Ale dáva svetlo pre toho jednotlivca.
hanem annak az egyének a számára mutat fényt. A ty choď v tom svetle, ktoré tebe dal Boh. És te járj abban a világosságban, amit neked adott Isten. A teraz aj k tebe obracia, drahý môj bratče. És most hozzád fordulok, drága testvérem. Že to, čo dostávaš svetlo, to dostávaš prvorade pre seba. Mi az a világosság, amit kapsz, azt elsődlegesen magad számára. A te pár odhalí niečo a vidíš, že tvoj brat alebo tvoja sestra niečo nie je v poriadku. Hogyha az Úr neked valamit leleplez, feltár, és látod, hogy valamelyik testvéred nincs teljesen rendben, tak ty musíš nosiť to slovo, alebo to Božie zjavenie, ako žen, ako tehotná žena, teda pod svojim srdcom, keď nesie ten plod, tak aj ty musíš nosiť to slovo, alebo to zjavenie, ako tá tehotná žena pod srdcom. Azt, amit így a Szent Szellemben mutatott neked, azt úgy kell hordoznod a szíved alatt, mint a terhes nő a magzatát. A csakať na ten čas, és megvárni azt az időt, kedy Boh ti ukáže, že toto je ten čas, amikor Isten megmutatja neked, hogy ez az az idő, keď máš pomôcť svojmu bratovi alebo sestre. Amikor az a dolgot, hogy segíts a testvérednek. Ale ty musíš jednu vec vedieť, že Duch Svätý túži svoje dieťa, Božie dieťa, Duch Svätý túži osobne viesť. A Szent Szellem arra vágyik, hogy az embereket személyesen vezesse. A ty keď máš to zjavenie o tom druhom, és hogyha van arról a másikról kijelentése, zatiaľ ty sa modlíš. Te közben imádkozol. Pôstíš sa. Böjtölsz. Voláš na Pána. Az Úrhoz kiáltasz. A prosíš Pána o milosť. És kegyelemért könyörögsz. Aby keď svojmu bratovi budeš slúžiť, alebo sestre svojej v tej oblasti, ktorú máš zjavenú. Hogy ha majd a testvérednek abban azon a területen szolgálsz, amiről kijelentést kaptál. Aby Boh pripravil jeho srdce. Hogy Isten készítse föl a szívét. A nosíš to vo svojom srdci ako tá tehotná žena. És úgy hordozod ezt a szívedben, mint az az állapotos asszony. Poprevázané je to modlitbou a pôstom. És ezt ima is bőjt kíséri. A s vnútornými, veľkými vnútornými zápasmi. És nagy belső küzdelmekkel. Prežil som, poviem vám teraz svoju osobnú skúsenosť. És te mondok egy személyes tapasztalatot. Prišla za mnou jedna žena. Eljött hozzám egy asszony. Pred mnohými rokmi. Sok évvel ezelőtt. Ktorá mi prezradila, že má sexuálny vzťah s jedným veriacím človekom. Aki elárulta nekem, hogy sexuális kapcsolata van egy hívő emberrel. Ja som to, skoro som omdlel, keď mi to povedal. Majdnem elájultam, amikor ezt mondta nekem. Proste to bol na mňa taký šok. Ez egy akkora šokot okozott nekem. Že proste ja som na toho človeka veľmi hore sa díval, mal som ho v úcte a v láske. Én nagyon fölnéztem arra az emberre, és nagyon tiszteltem és szerettem. A nevedel som si predstaviť, že tento môj priateľ vlastne takto klame mňa aj mnohých iných. És el sem tudtam képzelni, hogy ez a barátom így becsap engem is másokat. Preistotu som sa opýtal, že či je pri zmysloch. A biztonság kedvéért megkérdeztem, hogy eszénél van-e. Túto ženu samozrejme som sa pýtal. Hogy ettől az asszonytól kérdeztem, hogy magának. A či vie, čo mi hovorí. Hogy tudatában van-e annak, amit most elmondott. A ona povedala, že áno, že plne a zodpovedne sa priznáva k svojmu prevrátenému skutku s týmto človekom. Azt mondta, hogy igen, és hogy teljes mértékben és felelősségtudattal vallja meg ezt a undorító bűnt, amit elkövetett ezzel az emberrel. A žiadala ma, aby som pomohol tomu človeku z toho, aby sa on z tohoto vzťahu s ňou dostal. És arra kért, hogy segítsek annak az embernek kikeveredni ebből a kapcsolatból. No, ja som sa... Ten šok ma vyhol k tomu, že úplne som sa rozhodol. Az a sok az azt eredményezte, hogy elkezdtem reszketni.
Moja tvár sa zmenila. Megváltozott az arcom. Radosť sa nejak stratila. Valahogy elbárulgott az öröm. Snažil som sa to premáhať, ale bola to veľmi silná a ťažká informácia. Megpróbáltam uralkodni magamon, de ez nagyon erős információ volt. Modlil som sa. Imádkoztam. Pôstil som. Bőjtöltem. A smútil som pred Pánom. És az Úr előtt szomorkodtam. A hľadal som Božiu odpoveď, Božie vedenie. És kerestem Isten válaszát, Isten vezetését. A prešiel mesiac, dva. Eltelt egy-két hónap. A nič iné som s touto informáciou nerobil, len nosil som ju pred Pána a modlil som sa veľmi osobne s Pánom. Semmi más nem tettem ezzel az információval, csak mindig az Úr elé vittem, és nagyon személyes módon imádkoztam az Úrhoz. A moja manželka si to všimla. A feleségem ezt észrevette. Povedala, čo je s tebou? Megkérdezte, hogy mi van veled? Čo te trápi? Mi bánt? A hovorím, keď ti poviem, neviem, či uniesieš. A či mi vôbec budeš vedieť byť oporou v tomto. És azt mondtam neki, hogy ha elmondom neked, akkor nem tudom, hogy elhordozod, de egyáltalán is, hogy támaszom tudsz-e lenni ebben. A ona hovorí, si slobodný v tom? És ő azt mondta, szabad vagy ebben. Povieš mi to, čo myslíš, to, čo odbremeni tvoje svedomie. Mondd el azt, ami a lelkismeretedet tehermentesíti. Hát som jej povedal, podelím sa s tebou o toto bremeno. És akkor azt mondtam neki, hogy akkor megosztom veled ezt a terhet. Ale prosím ťa. De arra kérlek. Aby si to nikomu nehovorila, len Pánovi. Hogy senkinek ne beszélj erről, csak az Úrnak. A budeme sa za to spoločne modliť. És akkor közösen fogunk ezért imádkozni. A naraz sa to stalo nás bremeno. És egyszer csak akkor ez egy ilyen közös teherré vált. Lenže táto žena zistila, že nič sa nezmenilo. Csak hogy ez az asszony észrevette, hogy nem változott semmi. Oszolvila iného kazateľa. Megszólított egy másik igehirdetőt. A hovorí, ten Marko si nerobí s tým nič, prosím ťa, pomôžte tomuto, proste, tomuto zlému vzťahu. Azt mondta, hogy ez a Barkóci ezzel nem csinál semmit, kérlek benneteket, hogy segítsetek ezen a rossz kapcsolaton. Aby to mohlo byť uzdravené a rozriešené. Hogy meggyógyulhasson és hogy megoldódhasson. A tak sme proste ten kazateľ zavrel sa do svojho srdca. És ez az igehirdető így bezárkózott a saját szívében. A takisto nosil tento problém niekoľko mesiacov. És ugyanúgy néhány hónapig hordozta ezt a problémát. Pretože aj pre neho to bol neskutočný šok. Mert számára is ez egy hihetetlen šok volt. A radšej tvrdil, že potom neskôr som sa dozvedel, že tá žena si vymýšľa, akože by uveril tomu, že ten brat, že je v takomto probléme. És inkább arra gondolt, hogy ez a nő ezt csak kitalálja, mint hogy elhiggye, hogy ez a testvér tényleg ilyen problémában van. A tak sa modlil, úgyhogy imádkozott, postil sa, bőjtölt, a nosil to ako tehotná žena v srdci. És úgy hordta ezt, mint egy állapotos asszony a szívében. A čakal na to, aby mu Boh odpovedal. És arra várt, hogy Isten válaszoljon neki. A potom zase prešiel nejaký mesiac. És utána újra eltelt körülbelül egy hónap. A zase videla, že nič sa nemení. És az asszony megint látta, hogy semmi nem változott. A oszlóvil a tretieho kazateľa. És egy harmadik igehirdetőt is megszólította. A hovorí, je treba, aby sa s tým niečo už konečne konalo. És azt mondja, hogy már szükség van rá, hogy valami ezzel történjen. A naraz, a ona povedala, že komu to, ktorým dvom kazateľom to ona povedala. És akkor elmondta, hogy melyik két igehirdető megszólt erről. A ten tretí prišiel za nami dvomi. És az a harmadik oda jött hozzánk. A hovorí, viete o tejto situácii? És megkérdezte, tudtok erről a helyzetről? A ja som povedal, áno, viem,
modlím se za to a postím se. És én azt mondtam, hogy igen, tudok róla, imádkozok érte és bőjtölök. Ten druhý můj brat hovorí, ano, viem o tom, modlím se, postím se, ale neverím tomu. A másik testvérem azt mondta, igen, tudok róla, imádkozok érte, bőjtölök, de nem hiszem el. A myslím si, že vy dvaja bratia prostě, že jste zradili, protože viacej veríte jednej žene z milnici, ako svojmu bratovi. És úgy gondolom, hogy ti árulást követtetek el, testvérek, mert inkább hisztek egy parázna nőnek, mint a testvéreteknek. A nesol som už teraz nielen to bremeno, ako Boží služobník, ale nesol som ešte aj to bremeno, čo na mňa uvalil môj brat, že ja som proste zrádzam svojho brata, pretože som uveril tomu skutku. És most már nem csak azt a terhet hordoztam, mint szolgáló testvér, amit az az asszony helyezett rám, hanem azt a terhet is, hogy a szolgáló társam engem megvádolt azzal, hogy inkább hiszek egy parázna nőnek, mint annak az embernek. A všetci traja sme sa zhodli, že pôjdeme tohoto brata navštíviť. És mind a hárman megegyeztünk, hogy meglátogatjuk ezt a testvért. A že sa na to otvorene opýtame. És hogy nyíltan rákérdezünk. Tento môj druhý brat hovorí, no počkaj Alexander, ak on povie, že nie, že s tým nemá nič spoločné, tak potom uvidíš, čo odo mňa dostaneš. És akkor azt mondta az a másik testvér, na várj csak testvér, hogyha az a testvérünk azt fogja mondani, hogy nem, ez nem igaz, akkor meglátod, hogy mit kapsz tőlem. Ešte viac mi to priťažil. Még nagyobb lett a teher rajta. Ale som bol postol a modlitba. De bőtben is imában voltam. A keď sme navštívili toho brata, és amikor meglátogattuk azt a testvért, pozreli sme sa na neho, ránéztünk, videli sme veľký strach v jeho očiach. És nagy félelmet láttunk a szemében. Ja už tedy bolo jasné. Nekem akkor világos volt. A keď sme sa ho opýtali. És amikor megkérdeztük tőle. Úplne otvorene povedal. Teljesen nyíltan megmondta. Že áno, je to tak. Hogy igen, ez így van. Tento môj druhý brat sa rozplakal. Za másik testvérem elsírta magát. Myslel som, že príde o rozum. Azt gondoltam, hogy megbolondul. Takú bolesť prežil. Olyan fájdalmat érte. Zo sklamania, nie zo mňa, ale z toho brata. Ja, csalódásból, nem bennem csalódott, hanem abban a testvérben. Ale sme mesiace nosili, ako bremeno vo svojich srdciach. De hónapokig hordoztuk teherként a szívünkben. To, čo nám bolo ukázané. Azt, ami meg lett nekünk mutatva. A modlili sme sa za to, aby vyzeral ten čas. És imádkoztunk azért, hogy megérjen erre az idő. A žiadali sme tohoto človeka v ničinie o pokánie. És arra kértük ezt az embert, hogy térjen meg ebből. A on potom svojím spôsobom riešil ďalej túto vec. És ő aztán a maga módján foglalkozott tovább ezzel a dologgal. Veľa sklamania a bolesti vzniklo medzi Božím ľudom. Sok csalódás és fájdalom jött létre Isten népe közt. Ale v tomto príklade som vám chcel povedať to. De ebben a példában azt akartam elmondani. Že keď dostanete nejaké bremeno od Pána, hogyha az Úrtól kaptok valamilyen terhet, a Pán vám ukáže už či z písma, alebo máte zjavené, alebo cez niekoho vám je odhalené stav vášho brata alebo sestry. Hogyha az Úr megmutatja valamelyik testvéreteknek az állapotát, akár az igéből, akár valamilyen más testvéren keresztül, sme veľmi zodpovední. Nagy a felelősségünk, aby sme neroznášali pletichy. Hogy ne pletikákat terjesszünk. Aby sme neroznášali nejaké také veci, ktoré proste kazia kráľovstvo Božie. Hogy ne terjesszünk olyan dolgokat, amelyek Isten királyságának a romlására vannak. To, čo vlastne sa vyšlo von zo života toho človeka, to on vlastne roztrúbil sám. Ami az életéből kijött, ennek az embernek az életéből, azt ő maga terjesztette. My sme 3 mesiace so Zuzkou a potom ešte ďalšie mesiace sme to nosili
a plakali jsme před Pánem a volali jsme, aby Boh přišel nám na pomoc. Mi s Zsuzsikával 3 hónapig hordoztuk, és aztán még később is, és sírtunk. A nikto ani netušil, že čo sa vlastne deje. Senki nem is sejtett, hogy valójában mi történik. Ale potom on to rozmazal. De aztán ő ezt széttörkente. Žiaľ. Sajnos. Teda chcem vás k tomu vyučovať. Arra akarlak benneteket tanítani. Ak máš niečo zjavené od Pána. Hogyha valami kijelentést kapsz az Úrtól. Veľmi s veľkou láskou a citlivosťou. Nagy szeretettel és érzékenységgel. Modlí sa za to. Imádkozzá azért. Sa za to. Bőjtölj azért. A potom choď a naprávaj svojho brata. És utána menj és intsd meg a testvéredet. Ja nehovorím, že to má trvať mesiace. Ja nem azt mondom, hogy ennek feltétlenül hónapokig kell tartania. Ale určite to musí niečo, to bremeno musí prejsť cez tvoje srdce. De az biztos, hogy ennek a tehernek át kell mennie a szíveden. A ja som veľmi ťažný aj tebe, praček môj. És én nagyon hálás vagyok neked is, testvére. To si dám tu vyznal. Aki itt ezt megvallottad. A povedal si to svoje víťazstvo. És elmondtad a győzelmedet. Najprv tú svoju prehru. Először a vereségedet. A potom aj to svoje víťazstvo. És aztán a győzelmedet is. Pretože v tom svetle. Mert ebben a világosságban. Aj my môžeme uvidieť sami svoj diel. My is megláthatjuk a magunk részét. Priznám sa ti, že aj ja som sa modlil za teba. Bevallom, hogy én is imádkoztam érted. A nosil som to ako ťarcha vážená pod srdcom. És mint egy állapotos asszony hordtam ezt a dolgot a szívem alatt. Nehovoril som ti o tom. Nem beszéltem neked el. Ani iným ľuďom som o tom nehovoril. Meg más embereknek se beszéltem. Ale som sa za to modlil. De imádkoztam érte. Pretože viem, že keď Boh vykoná to osvietenie. Mert tudom, hogyha Isten elvégzi azt a felvilágosítást, vagy megvilágosítást. Tak nebudeš zranený od človeka. Akkor nem kapsz sérülést embertől. Ale že Pán sa v tom oslávi. Hanem az Úr megdicsőíti magát ebben. A niekedy treba veľmi rýchlo, pretože veci sú akútne. Néha gyorsan kell cselekedni, mert sürgősek a dolgok. Ale niekedy je treba veľmi hľadať tvár Pána. De néha nagyon kell keresni az Úrnak az orcáját. Niekedy Pán nás učí také trpezlivosti. Néha az Úr olyan türelemre tanít minket. Aj ja určité veci aj v tomto zbore by som si ináč predstavoval. Én is bizonyos dolgokat ebben a gyülekezetben is másképp képzelnék el. Aj viacerých z vás prístup jeden k druhému aj možno k zborovému životu, alebo aj ľuďom, ktorí cudzí prichádzajú do tohoto obecenstva, by som si iný prístup predstavoval. Én másképp képzelném el többeteknél azt, hogy hogyan viszonyultok egymáshoz, meg más emberekhez, akik bejönnek ebbe a közösségbe. A boli situácie, keď už sa mi to zdalo, bremeno, že to neuniesiem to bremeno. És voltak olyan helyzetek, hogy már úgy éreztem, hogy már nem tudom elviselni ezt, nem tudom tovább hordozni ezt a terhet. A potom som odovzdal to Pánu. De aztán átadtam az Úrnak. A potom som počul z úst niektorých ľudí, ktorí si hovorili, že si to uvedomili. És aztán hallottam néhány embert, hogy mondja, hogy erre rájött. Ďaká Pánu Bohu za to. Hála az Úrnak ezért. A ďaká Pánu Bohu aj za to, že aj ty si na to prišiel. És hála az Úrnak azért is, hogy te is rájöttél. My nesmieme bojovať voči veterným mlynom. Nem folytathatunk szélmalom harcot. Ako Don Quixote. Mint Don Quixote. Ale my musíme proste vedieť, hanem tudnunk kell, že nám veľmi reálne veci Boh položil na naše srdcia. Hogy Isten nagyon reális dolgokat helyezett a szívünkre. Že my máme bojovať voči tým silám, ktoré chcú ničiť náš charakter. Hogy azok ellen, az erők ellen kell harcolnunk, amelyek a mi jellemünket akarják tönkre tenni. Proste nesmieme byť ako psi, ktorí
čokoliv sa pohne, hoci aj nejaké, hneď recháme. Nem lehetünk olyanok, mint a kutyák, akik mihelyt valami megmozdul, akár nagyon messze is, elkezdünk ugatni. Práve naopak. Éppen ellenkezőleg. Psi brechali, a karaván ide ďalej. A kutyák ugatnak, de a karaván megy tovább. Nesmú nás zastaviť psi brechania. Nem állíthat meg minket a kutyáknak az ugatása. A niekedy sú veľmi silné a veľmi agresívne tie psi brechania. Néha a kutyák ugatása nagyon erős és nagyon agresszív. Ale my vieme, de mi tudjuk, že Pán Ježiš im vie zatvoriť ústa. Hogy az Úr Jézus be tudja csukni a szájukat. A my ideme ďalej. És mi tovább megyünk. Za Pán. Az Úr után. A hľadáme obecenstvo s ním. És keressük a vele való közösséget. A upevňujeme si obecenstvo s bratmi a sestrami. És megerősítjük a testvéreinkkel a közösségünket. Tešíte sa, že máte obecenstvo s bratmi a sestrami. Örültek annak, hogy közösségetek van a testvéreitekkel? Amen. Amen. Tak si to upevňujte. Úgyhogy erősítgessétek. Ako máš radosť toho, keď si v obecenstve. Marianka, teba by som sa chcel obídať. Veľkú. Marianka, mennyire örülsz annak, hogyha közösségetek. Ako cítiš zodpovednosť? Milyen felelősséget érzi? Tehát nincs poslednej dobe viac, mert poslední mesiacok pán ukazoval. Az elmúlt hónapokban pont ezt mutatta meg nekem is az Úr. Hogy többet látogassuk is egymást, meg a imákban hordozunk egymást. Hogy egyre jobban ismerjük meg egymást. Hogy tudjunk róla, hogy ki mivel harcol, és tudjunk egymásnak segíteni imákban. Mint úgy engem is ehhez vezetett az Úr. És mi lányok is már néhány hónapja összejárunk, és ezt a közösséget is hordozzuk, a testvéreket is. Imádban, hogy képesek legyünk jobban szeretni és elfogadni egymást. Ďaká, Pán. Takže, hála az Úr. Takže je to prevázané týmto modlitbou, tými pôstami a tým duchovným zápasom. Úgyhogy ezt imák meg bőt kíséri meg szellemi harc, ugye? Nagyon gyakran nekünk is voltak ugyan harcaink, és el is estünk. Főleg egyes testvérek. Inkább a hibáikat láttuk, azokat egy-kettőre észrevettük. De aztán az Úr megmutatta, hogy nem így kell ezt csinálni, hanem imában kell őket hordozni. És így fokozatosan az Úr úgy gondolom, hogy változtatja a szívünket is, meg a hozzáállásunkat is. És ezért nagyon hálás vagyok a Tominak a bizonyságáért is. És szívemből kívánom neked, Tomi, hogy növekedjél az Úrban és az ő szeretetében. Mert így nagy áldás leszem. Hogyha ilyen őszinten elmondtál mindent, amikor hallottad, hogy jön a válasz az imáidra, ez nagyon meghatott engem, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy minden imánkat meghallgatja. És arra tanít minket, hogy elfogadjuk egymást. És köszönöm, Tomi, hogy ide jártok. Hogy itt vagytok. És hogy szerethetjük egymást. Že Duch Svätý nás spája a jeho láska.
hogy a Szent Szellem és a Szent Szellemnek a szeretete összeköt minket. Annak ellenére, hogy sokszor elesünk, és sokszor a másikban látjuk a hibát, de látom, hogy Istennek tetszik, hogyha egymás terheit hordoztuk. És szívből hálás vagyok Istennek érted. Köszönöm. Köszönöm, nagyon pekin. Nagyon szépen köszönjük. Vidíte ten živý príklad toho. Látjátok az élő példáját annak. Ez a modlíme jeden za druhého. Hogyha imádkozunk egymásért. Že ako pán veľmi konkrétne odpovedal. Hogy az Úr milyen konkrétan válaszol. A to je Božia práca. To nebolo zásah z človeka. És ez Istennek a munkája. I keď si použije ľudí. Ez nem embernek volt a beavatkozás. Ale to bol čas. Annak ellenére, hogy Isten használ embereket. Ja si myslím, že ten brat, ktorý ti tak otvoril srdce. Én úgy gondolom, hogy ez a testvér, aki így megnyitotta előtted a szívét. Určite ti hovoril, že za to dlho modlil. Biztos mondta neked, hogy ezért sokat imádkozott. A že to nosil vo svojom srdci. És hogy ezt hordozta a szívében. A tak to aj my máme jeden druhého nosiť vo svojom srdci. És így nekünk is így kell egymást hordoznunk a szívünkben. A dávať pozor. És vigyázni arra. Aby sme ľudí neobrácali na svoj obraz. Hogy az embereket ne a saját képünkre akarjuk megváltoztatni. Hanem az Úr Jézus képére. Ezért kell várnunk az Úrra. Lebo ak mi niečo nám zafúka vietor a my už hneď proste v tom začneme byť veľmi aktívni. Mert hogyha úgy ránk fúval a szél és azonnal elkezdünk aktívkodni. Bez toho, že by sme hľadali tvár Pánov. Anélkül, hogy keresnénk az Úrnak az arcát. Aby sme zároveň sa učili trpezlivosti a znášanlivosti. És hogy ugyanakkor tanuljuk a türelmet és, a, és egymásnak az elhordozását. Tak vlastne sa dostávame do oblasti manipulácie. Akkor a manipulálás területén találkozunk. A začíname ľudí obrázať na svoj obraz. És elkezdjük az embereket a saját képünkre változtatni. Preto v niektorých spoločenstvách. Ezért némely közösségekben. Sú ľudia premenení na obraz manipulátora. Az emberek a manipulátornak a képére változnak meg. Keď sa pozrete na tých ľudí, tak vidíte obraz ich vodcu na ne. Hogyha ránéztek azokra az emberekre, akkor az ő vezetőjüknek a képét látjátok rá. Ak sú to sestry, hogyha testvérnőkről van szó, sesterskú vodkyňu, és egy ilyen testvérnő vezeti őket, úplne majú profil tej sestry vodkyne. Akkor annak a vezető testvérnőnek a profiliával rendelkeznek. A to je známka, že tam je nie práca Ducha Svätého, ale duch manipulácie. És ez annak a jegye, hogy ott nem a Szent Szellem munkálkodik, hanem a manipulálás szelleme. Alebo ak spoločenstve, vagy hogyha egy közösségben sa ľudia podobajú na obraz kazateľa alebo vodcu, hogyha az emberek az ige hirdetőre vagy a vezetőnek a képére hasonlítanak, a vlastne aj tie tlaky sú vlastne také, že čo ten vodca povie, to je svaté písmo. És a nyomások is olyanok, hogy amit a vezető mond, az mintha szentírás lenne. Tak vlastne aj tí ďalší členovia toho spoločenstva sú tak profilovaní ako on. Akkor a közösség többi tagja is úgy van profilírozva, mint ez, az az ember. Prišiel jeden brat do nášho obecenstva. Egy testvér érkezett a közösségünkbe, ktorý práve z takého spoločenstva prichádzal, kde... Aki pont egy ilyen közösségből jött, ahol... Kde takým profilom určitých... Bol profilovaný profilom určitého vodcu. Ahol egy bizonyos vezetőnek a képére volt profilírozva. A keď už chodil medzi nás asi 2 mesiace, és amikor olyan 2 hónapig járt már közénk, tak som sa ho pýtal, že ako sa máš? Megkérdeztem tőle, hogy hogy vagy? Brat môj. Testvérem. A on povedal, že prebieha u mňa deprofilácia. És ő azt válaszolta, hogy deprofilírozás folyik nálam. Vidíte?
To je taky živý příklad toho, co rozprávám. Ez egy élő példa arra, amiről beszélünk. A já bych se tě chcel opýtať. Meg szeretném kérdezni tőled. Štěko, ty bys chcel, aby všetci vypadali tak, jako ty. István, te azt szeretnéd, hogy mindenki úgy nézzen ki szellemileg, mint te? Isten, te bűnisz. Bože chrán. To znamená, že my sami zahrozíme toho. Ez azt jelenti, hogy mi magunk hrozíme sa toho, že sa bojím? Bojím, tiltakozunk annak. Ja, tiltakozunk az ellen. Aby sa také veci nediali. Hogy ilyen dolgok ne történjenek. A predsa, ak presadzujeme spoločenstvo svoju vôľu. És mégis, hogyha a saját akaratunkat érvényesítjük egy közösségben. A svoje názory. És a saját véleményeinket. A jednoducho len jeden názor existuje, a to je môj. És csak egy vélemény létezik, még pedig az enyém. Tak vlastne vytvárame svoj profil. Akkor a saját profilunkat visszük át más emberekre. Poviem vám ešte jednu skúsenosť. Még egy tapasztalatot mondok ennek. Bol som mladý kresťan. Fiatal keresztény voltam. A prišiel som do spoločenstva. És egy közös, megjöttem egy közösségbe. A tam bol jeden mladý, už skúsenejší kresťan. És volt ott egy fiatal, de már tapasztaltabb keresztény. A on uvidel, že ja som taký učedník, és ő észrevette, hogy én olyan tanítvány vagyok, ktorý som schopný zapučiť, aki képes vagyok tanulni, tak sa ma ujal, ezért szárnyai alá vett, za to som mu veľmi vďačný, és ezért nagyon hálás vagyok. To bolo pred mnohými, mnohými rokmi. Az nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt volt, a veľa času mi venoval, és sok időt szánt rám. A skutočne proste ja som bral to, čo on hovorí, ako Božie slovo. És valóban, amit ő mondott, én úgy vettem, mint Isten igéjét. Chodil som s ním ako mačiatko s veľkou mačkou. Úgy járkáltam vele, mint a kis cica a nagy mačkával. A proste učil som sa. És tanultam. A on si toho bol vedomý. És ennek tudatában volt. A či si bol ale vedomý toho, že ma profiluje na svoj obraz, to je neviem. Azt viszont nem tudom, hogy annak tudatában volt-e, hogy ő a saját képére profilíroz engem. Ale prišiel čas, keď naraz som zistil, že tento človek iné hovorí a iné žije. De eljött az idő, amikor észrevettem, hogy ez az ember mást mond és mást él. A naraz sa začal vo mne búriť. És egyszer csak valami elkezdett bennem tiltakozni. A jednoducho proste taká zbúra vo mne nastala, nie preto, že duch zbúry vošiel do mňa. Egy valami lázadás jött bennem létre, de nem azért, mert a lázadás szelleme jött volna belém. Ale pretože prichádzali mnohé otázky vo mne. Hanem azért, mert kérdések merültek föl bennem. Že som videl tie pekné reči. Hogy láttam azokat a szép beszédeket. A videl som tú úbohú prax. És láttam azt a nyomorult gyakorlatot. A tieto veci vo mne sa bili. És ezek a dolgok egymással ütköztek bennem. A prišiel čas, és eljött az idő, keď som pochopil, amikor megértettem, že nemôžem byť pod tutorstvom tohoto človeka ďalej. Hogy nem lehetek továbbra is ennek az embernek a gyámkodása alatt. A jednoducho som sa oddelil. És elválasztottam magam tőle. Pretože čokoľvek som mu povedal, mert bármit mondtam neki, on to videl ako zbúru. Ő ezt lázadásként értékelte. On nem vstúpil tak do seba, ako Tomáš. Ő nem szállt úgy magába, mint Tamás. Ktorý vyznal veci. Aki megvallotta a dolgokat. Vstúpil do seba. És magába szállt. On si išiel proste ako neomilný, ako Pán Boh je neomilný, tak sa prejavoval ďalej, akože je neomilný. Ő úgy nyilvánult meg továbbra is, mint hogyha tévedhetetlen lenne, mint Isten. A úplne Boh rozdelil naše cesty. És Isten teljesen szétválasztotta az útjainkat. Nebudem ďalej už o ňom hovoriť. Nem fogok már többet beszélni róla. Ďakujem Bohu za neho. Hálás vagyok Istennek érte. Lebo v určitom čase bol mi veľkou pomocou. Mert egy bizonyos időben nagy segítségem volt. Ale od jedného momentu, de egy bizonyos ponttól, už nie pomocou mi bol, már nem segítségem volt, ale bol mi veľkou záťažou.
hanem nagy teher volt számomra. Už nie budoval môj duchovný život. Már nem építette a szellemi életemet. Ale búra. Hanem leépítettem. Už som nemal ten vnútorný pocit, že som zbudovaný. Már nem az volt a belső életérzésem, hogy én építve vagyok. Skrze tohoto človeka. Ezáltal az ember által. Ale cítil som, že nebolo proste súčasťou jeho profilu. Hanem azt éreztem, hogy amit az Úr épített föl bennem is, ami nem volt az ő profiljának a része, tak to on mal potrebu zbúrať v mojom živote. Azt úgy érezte, hogy le kell rombolnia az életemben. A ja som vedel, že musím sa od toho človeka oddeliť. És én tudtam, hogy el kell magam választani ettől az embertől. A oddelil som sa. És el is választottam. Na mnohé roky. Sok évre. A Pán Boh nás neskôr spojil. És az Úr később összekapcsolt minket. Pán Boh jeho previedol svojou cestou. Az Úr őt a maga útján vezette. A mňa previedol zase mojou cestou. És engem is az én utam. Jeho vychoval svojím spôsobom. Őt is a maga módján megnevelte. A vychoval aj mňa. És engem is megnevelt. A to takto to býva. És ez így szokott lenni. Že keď my proste nepochopíme, hogy amikor mi nem értjük meg, že keď nám Pán Boh dal duchovné deti, hogy amikor az Úr adott nekünk szellemi gyermekeket, že nesmíme tieto deti manipulovať, nem szabad, hogy manipuláljuk ezeket a gyerekeket, ale máme ísť príkladom, hanem példaként kell előtt szólom i skutkom, beszédben és cselekedetben is, aby tieto deti proste v nás videli ten príklad. Hogy ezek a gyerekek példaképet lássanak. Ako náhle je tam duch manipulácie. Miért megjelenik a manipulálás szelleme. A my si môžeme povedať tisíckrát, že nie, ja nemám ducha manipulácie. És mi elmondhatjuk ezerszer, hogy nem, bennem nincs a manipulálás szelleme. Ale ak tam je ten duch, de hogyha ott van az a szellem, tak sa prejaví pri tom duchovnom našom dieťati. Akkor létrejön abban a mi szellemi gyermekünkben a lázadás. A tá zbúra môže mať niekedy až katasztrofálne následky. És ennek a lázadásnak néha katasztrofális következményei is lehetnek. Že ľudia odpadnú. Hogy az emberek, azok elmennek az Úrtól. A za to sme my zodpovední. És ezért mi vagyunk a felelős. Tam, kde je duch Kristov, mert ott, ahol Krisztus szelleme van, tam je sloboda. Ott szabadság van. A keď ideme tak, ako ten človek, ktorý išiel cez ten potok úgy, a svietil si pre seba, hogyha úgy megyünk, mint az ember, a patakon át is világítunk magunk előtt, a ľudia majú možnosť vidieť to svetlo. És az embereknek van lehetőségük látni azt a fényt. Môžu vidieť náš život. Láthatják az életünket. Môžu si zobrať ten príklad. Akkor példát vehetnek rólunk. A my vlastne svietíme. És mi tulajdonképpen fényünk. My ten príklad ukazujeme. Mi mutatjuk azt a példát. Nie farizejský. Nem farizeus stúdom. Nie tak, no, dívate sa, vidíte, aký som ja príklad. Nem úgy, hogy no, látjátok, milyen példa vagyok. A ešte taký pekný americký úsmev. És akkor még egy ilyen szép amerikai mosolyt hozzá. To nie takto fungujú veci. Nem így működnek a dolgok. Mi ani nevieme. Mi nem is tudjuk. Kedy svietíme. Mikor világítunk. A my ani nevieme, kedy vlastne to nevypovedané naše svedectvo je mocnejšie ako to, čo my hovoríme. És mi nem is tudjuk, hogy ez a ki nem mondott bizonyságunk mikor erősebb, mint az, amit kimondtunk. Zase vám poviem jeden príklad. Megint mondok egy példát. Keď som bol v Polsku na jednej mládežníckej konferencii. Amikor egyszer Lengyelországban voltam egy ifjúsági konferencián. V tom čase rodila moja najstaršia dcerka naše prvé vnúča. Abban az időben szülte a legidősebb lányunk az első unokánkat. A viete, to bolo už roky očakávané dieťa. Évek óta várt gyermekről van szó. A je pre mňa to bola veľká príležitosť. Számomra is ez egy nagy alkalom volt. Bol som obklopený mladými ľuďmi z veľkej časti Polska. Körül voltam véve fiatalokkal Lengyelország nagy részéből. Pýtali, dávali otázky, ja som im odpovedal. Kérdéseket tettek föl nekem, én válaszoltam nekik. A naraz zazvonil telefon.
És egyszer csak csörgött a telefon. A viděl jsem, ako volá manželka. És láttam, hogy a feleségem hív. A práve něco bylo s hradom na vzťah ženy a muža, otázka. És éppen olyan kérdésről beszéltünk, ami a férfi és a nő kapcsolatáról szólt. A hovorím, pozrite sa, moji drahí, práve zvoní moja manželka. Môžem zodvihnúť pred vami ten telefon? És akkor azt mondtam, hogy nézzétek, pont a feleségem hív, fölvehetem most itt előttetek ezt a telefont? A budete počuť, és akkor hallani fogjátok, že ako komunikujem. Hogy hogyan kommunikál. A dal som to nahlas. És akkor fölhangosítottam. A naraz hovorí moja manželka, tatínko, veľmi je zle. És akkor egyszer csak mondja a feleségem, hogy apuka, nagyon nagy baj van. Lebo dieťa má veľmi vážne problémy. Nagyon súlyos problémái van a gyermeknek. Práve teraz narodil. A képpen most született meg. A veľmi ťa prosíme, aby si sa modlil. És nagyon kérünk, hogy imádkozzál. Aj s tými ľuďmi, ktorými si tam obklopený. Azokkal az emberekkel együtt, akik ott körül lesznek most éjjel. A tak videl som, ako tá moja manželka bola zronená z toho. És akkor láttam, hogy a feleségem hogyan le van ettől sújtva. Prvé vnúčatko. Első unoka. A hneď vo ťažkých problémach. És mindjárt súlyos problémákban. A tak som ju povzbudzoval. És akkor így pusztítottam. Potešoval som. Vigasztaltam. Tak som, vo viere som ju budoval. És így építettem őt hitben. Ale už ja som na to aj zabudol, že ľudia ma počúvaj. És már meg is feledkeztem róla, hogy az emberek hallgatnak. Už mi len o to išlo, aby ona bola potešená, aby ona bola povzbudená. Már csak azt számított, hogy ő megvigasztalódjon és hogy buzdítást kapjon. A tak som jej hovoril, potešaj moju dcerku. És azért azt mondtam neki, hogy vigasztald meg a lányokat. A povedz jej, že sa budeme za to modliť. És mondd meg neki, hogy fogunk ezért imádkozni. A hovorím, aj teraz sa za ňu budem modliť. És most is fogunk ezért érte imádkozni. A tak som sa modlil. És akkor imádkozni. Vôbec som si neuvedomil, že som obklopený ľuďmi. Egyáltalán nem voltam tudatában annak, hogy emberek veszik. Pretože ten problém, proste natoľko ma vyvlastnil ten problém, že ja som už potom nezaoberal sa s tým, že s kým som obklopený. Mert annyira kisajátított engem ez a probléma, hogy aztán már nem foglalkoztam azzal, hogy kik vannak körülöttem. Povedal som amen. Azt mondtam, hogy amen. A povedal som, nesmúď moja. Majd dobrú nádej. És azt mondtam, hogy ne szomorkodj, legyen benned jó reménység. Lebo Pán je ten, ktorý raní. Mert az Úr az, aki megsebez. Ale on aj uzdravuje. De ő meg is gyógyít. A tak sme skončili ten rozhovor. És így befejeztük a beszélgetést. A potom sme rozprávali ďalej s mladými. És aztán tovább beszélgettünk a fiatalokkal. A keď sme ukončili ten rozhovor, és amikor befejeztük a beszélgetést, tak ten vedúci mládeže hovorí, ďakujeme ti, bratšánko. Ez az ifjúsági vezető azt mondta, hogy köszönjük neked, Sándor testvér. Za všetko to, čo si nám povedal. Mindazt, amit elmondtál nekünk. Ale oveľa viac nám povedal to. De sokkal többet mondott nekünk az. Nie to, čo sme počuli. Nem az, amit hallottunk. Ale to, čo sme videli. Hanem amit láttunk. Vidíte, nie vždycky to, čo hovoríme, látjátok, presvedča ľudí. Nem mindig az győzi meg az embereket, amit mondunk. Ale mnohokrát presvedčí ľudí to, čo vidia. Hanem sokszor az győzi meg az embereket, amit látnak. A keď oni videli v tej komunikácii, és hogyha ők látták abban a komunikáció, že o čo mi ide, hogy mi az, ami nekem fontos, že som nepadol do zmetku, hogy nem estem pánikba, ale že som budoval vieru mojej ženy, hanem hogy építettem a feleségemnek a hitét, a že som ju potešoval a povzbudzoval, és hogy vigasztaltam és buzdítottam őt, tak títo mladí ľudia povedali, že toto bolo pre nás ešte viac, ako čo si hovoril. Akkor ezek a fiatalok azt mondták, hogy ez számunkra még több volt, mint amiről beszéltél. A tu chcem ku všetkým vám sa obrátiť. És most hozzátok, mindnyájatokhoz szeretnék fordulni. Môžete hovoriť pekné veci. Mondhattok szép dolgokat. Môžete hovoriť dobré veci. Mondhattok jó dolgokat. Môžete hovoriť užitočné veci. Mondhattok hasznos dolgokat. Ale príklady tia. De a példák hozzanak. Príklady sú tie, ktoré nám otvárajú
prostě tu perspektivu. Pildát nítěk nech sám ukrál perspektiva. Reči jsme už počuli na Slovensku dost. Beszédeket mi már itt Szlovákiában rengeteget hallottunk. Velikých všelijakých reči. Mindenféle nagy beszédeket. Mert stále sa ohliadáme za tými príkladmi. Csak mindig keresünk azokat a példákat. Ktoré by boli hodné nasledovať. Amelyek követésre méltóak volnának. A to nielen my. És nem csak mi. Ale aj ľudia tohoto sveta. Hanem e világnak az emberei. Tak je napísané. Mert megvan írva. Že stvorenstvo, hogy a teremtett világ túlzsogne očakáva. Sovárogva várja zjavenie synov Boží. Isten fiainak a megjelenését. Mnohí hovoria, ja som synom Boží, ja som synom Boží. Sokan azt mondják, én vagyok Isten fia, én vagyok Isten fia. Ale potom, keď sa ukáže ten charakter, na amikor megmutatkozik a jellemük, tak sa ukáže katasztrofický scénár. Akkor egy katasztrofális forgatókönyv mutatkozik meg. A tento svet chce vidieť Ježiša. És ez a világ Jézust akarja látni. Ježišov profil. Jézus profiliát. Nie profil veľkých kazateľov. Nem nagy ige hirdető profiliát. Nie profil veľkých vlivných kresťanských mužov alebo žien. Nem nagy befolyásos keresztény férfiak és nők profiliát. Ale chcú vidieť Ježiša Krista. Hanem Jézus Krisztust akarják látni. Ő az az Isten fia. A ja viszont sa chcel tak opýtať zase. És én meg szeretném újra kérdezni, že ako sa mám darí v tomto Kristovom profile fungovať. Hogy hogyan sikerül nektek Krisztusnak a profiljában működni? Alebo máte svoju predstavu? Van, vagy van saját elképzelésetek? Ste veľmi spokojní so svojím kresťanom. Nagyon meg vagytok elégedve a saját kereszténységetekkel. Vele chválite Pána. Sokat dicséritek az Urat. Vele kážete Božie slovo. Sokat hirdetitek Isten igéjét. Vidia aj ten príklad. És látják azt a példát. Alebo počuj niečo iné a vidia niečo iné. Vagy valami mást hallanak és valami mást látnak. Jeden mladý muž. Egy fiatalember. Na jednom evangelizačnom zhromaždení. Egy evangelizációs összejövetelen. Keď skončilo. Amikor vége lett. Išiel, že bude evangelizovať tých prišlých ľudí. Előre ment, vagy hátra ment, hogy evangelizálja azokat az embereket, akik oda jöttek. A mám taký notes. És volt egy ilyen kis notesze. A snažil sa niečo tým ľuďom tam povedať. És akkor igyekezett valamit mondani azoknak az embereknek személyesen. Tak si klepkal na ten svoj notes. És akkor ugye... Bol nervózny. Ugye ideges volt. Proste asi mu to nešlo moc dobre. Valószínűleg nem nagyon ment neki. A ako tak klepkal to ceruzkou. És akkor ugye a ceruzával úgy kopogtatta. A rozprával o láske Pána Ježiša, o trpezlivosti Pána Ježiša. Az Úr Jézusnak a szeretetéről és a türelméről beszél. Raz len klopol vedľa toho notesa. Egyszer csak úgy mellé koppintott annak a jegyzetfüzetnek. A vypadla mu ceruzka na zem. És leesett a ceruza a földre. A záhresi. És káromkodott egyet. Az odvíjó. És ment a ceruzán. A potom, pardon. És aztán, pardon. És samozrejme prepáčili. Természetesen megbocsátották neki. Ale jeho svedectvo nemalo moc. De az bizonságának nem volt ereje. Lebo ľudia nielen počúvajú. Mert az emberek nem csak hallgatnak. Ale aj vidia. Hanem látnak is. Čo vidia? Koho sa opýtam? Čo vidia v tvojom živote? Mit látnak a te életedben? No, tak mňa tiež Pán týmito istými vecami prevádza a vedie. Az Úr engem is ezeken a dolgokon keresztül vezet. Vlastne, čo som aj minule hovorila, že nestačí len vedieť veci, ale treba ich aj žiť. Amiről múltkor is beszéltem, hogy nem elég tudni a dolgokról, hanem élni is kell őket. Mert én is már sok elméletet megtanultam, csak kevés gyakorlatot.
Takže teraz ešte verím teda, že pôjdem ďalej už touto správnou cestou. Už možno chcem, hogy már tovább ezen a helyes úton fogok járni. Asi ešte veľa toho nebolo vidieť, ale verím, že v budúcnosti to bude iné. Még ebből sok nem látszik, de bízom, hogy a jövőben ez megváltozik. Ďakujeme. Köszönjük. Nedržíme ti palce, ale modlíme sa za teba. Nem szorítunk neked, hanem imádkozunk érte. A ako sa tebe darí? És te, neked, Valika, neked hogyan sikerül ez? Ja sa učím tiež trpezlivosti a dávať veci do Božích rúk a nie presadzovať svoju vôľu vo všetkom. Én is tanulgatom a türelmet, és hogy Istennek adjam át a dolgokat, és nem saját akaratomat érvényesítsem mindenben. Niekedy som aj ja pocítila, že musím to ja vybaviť, ako by to na mne všetko záležalo. Néha én is úgy éreztem, hogy mindent nekem kell elintéznem, mint hogyha minden tőlem függne. A teraz si opakujem, že Pani, nie je to na mne, je to na tebe. És mostanában ismételgetem magamnak, hogy Uram, ez nem tőlem függ, hanem tőled. Tak ma Pán učí aj, aby som nemala svoje predstavy, ako má on konať, lebo on koná inak, lebo ja som mala také predstavy a... Čiže z Úrára is tanít, hogy ne a saját elképzeléseimet érvényesítsem, hogy hogyan kellene az Úrnak ezt a dolgot megoldania, mert hogy neki más útjai vannak. Ako ľudia sa majú správať, ako sa majú modliť, ako tak... Hogyan kell az embereknek viselkedniuk, hogyan kell imádkozniuk. A vlastne Pán vedie rôzne ľudí a počúva modlitby aj iným spôsobom, ako by som si to ja myslela. Az Úr különbözőképpen vezeti az embereket, és más módon is meghallgatja az imákat, mint ahogy én azt gondolnám. Tak učím sa s Pánom. Úgyhogy én úgy tanulgatom a dolgokat az Úrral. Ďakujeme. Köszönjük. To by nám ešte chcel povedať. Csongo. Csongo. Jak sa ti darí? Neked, hogy mennünk a dolgok. Az az ige jutott eszembe, ami a római levélbe van írva. Ahogy azt mondja az ige, hogy mert Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneket könyörülje. Van všetko, pod, už zavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. És az ember már annyira tökéletesen érti magát. És már minden hitbeli törvénybe jártos. És már mindenkinek tökéletesen el tudod mindent engedni. És már mindenért nagyon jól tud könyörögni. És nagyon jó látása van. Szükségek egyelemre. Mert hát mindent tud. Lebo všetko vie. Mindenben jártos. Vo všetkom sa vyzná. Jó látásom. Má dobré videnie. És akkor hol van a dehírgalom és a kegyelem. A potom, kde zostáva milosrdenstvo. Lebo celý svoj život my upotrebujeme. És akkor az ember valahol hajlamos arra, hogy a másikra úgy nézel rá. A potom človek je náchylný k tomu, aby sa tak pozeral na iného. Hogy hát én több vagyok, mint a másik, mert én ezt tudom. Že ja som viac ako iný, lebo ja toto viem. És akkor valójában az ember beleesett a bűnbe. A takto vie človek padnúť do pýchy. És a bűn után már a bűn következik. A po pýche už následuje hriech. Azért egész életünkben Isten kegyelmére vagyunk rászorulva. My sme odkázaní v celom našom živote na Božiu milosť. Tak aj celé to. To by som chcel spomenúť. Köszönjük. Ďakujeme. Áno, és akkor elmondanám a magam oldaláról egy kicsit Tomihoz kapcsolódva, mert én is egyik szenvedő alanya voltam ezeknek a dolgoknak, és az én felelősségem... Ja viszont a mai povedať to, čo som ja prežijem Fredona, mojho milého brata. Az, tehát az én felelősségemet... Cítil tú moju zodpovednosť. Hogy amikor ezek a dolgok történtek, akkor én ezt
annyiban korrekt voltam, hogy nem beszéltem róla senkinek. Keď tieto veci sa diali v živote mojho brata, tak som sa snažil byť korektný a ne pretichovať, nehovoriť o tom iným ľuďom. Csak imádkoztam. Len som sa modlil za to. Aztán idővel el kellett mondani, mert kérdezték, csak olyan kérdéseket tettek föl, amikre valahogyan kellett válaszolnom, és nem hazudhattam. Neskôr sa ku mne dostali otázky, ktoré sa tohoto týkali a jednoducho som musel na nejaký spôsob odpovedať, pretože otázky boli veľmi konkrétne. Úgyhogy így egy-két ember tudomást szerzett ezekről a problémákról, de nem én akartam, nem én kezdeni. Nie z mojej vôli, niektorí jeden, dvaja ľudia dostali informácie. És úgy tűnik, ugye így látszatra, hogy én nagyon korrekt voltam ebben a dologban. Na vonok to tak sa zdá, že no, pozrite, aký som tom bol korrektný. De a szívemben volt egy, maradt egy keserűség, vagy egy fájdalom, és a Tomi iránt egy negatív érzés. Ale v mojom srdci som mal ukrytú jednu horkosť, sklamanie a určitý negatívny pocit, postoj. És én harcoltam ellene, de valahogy mégis ott maradt. Ja som voči tomu bojoval, ale čo to bolo vo mne, ale predsa sa to tam usadilo. És én imádkoztam Tomiért, de ima és ima között is lehet különbség. Ja som sa modlil za mojho brata, ale aj medzi modlitbou a modlitbou predsa môže byť ešte rozdiel. Mert fontos, hogy az embernek abban az imában benne legyen a szíve. Treba, aby v modlitbe mal celé srdce. Ez általában is fontos, hogy miben van benne a szívünk és miben nincs. Aj celkové je treba si všimnúť, v čom je naše srdce a v čom nie je naše srdce. Én erre találtam most nemrég egy igét is, ami szerintem rettenetesen fontos, és nem szokták idézni. Ja som našiel práve na túto problematiku jedno slovo, ktoré je veľmi dôležité a žiaľ nezvykli ho citovať, nezvykli ho pripomínať. És akkor esetleg felolvasnám. Môžeš to prečítať. Ez a Jób könyvének a 31. fejezetében a 7. vers. Z knihy Jobovej. A 31. fejezet. 31. kapitola. 7. vers. A 7. vers. 7. vers. Azt mondja, hogy ha lépéseim letértek az útról, bocsánat, ez nem az elnézést, egy másik meg fogunk keresni, mert tényleg nagyon fontos. Nem Jób könyve, hanem elnézést, nem készültem erre eredetileg, csak most úgy érzem, hogy ez fontos. Prevážte, predsa to bude zmena. Jeremiás síralmai. Z plaču Jeremiášovho. 3. rész, 33. vers. 3. kapitola, 33. vers. Azt mondja Istenről. Plač Jeremiášov 3. 33. Azt mondja Istenről, az ige. Tak to hovorí slovo o Pánovi. Mert nem szíve szerint alázza meg, és szomorítja az embernek fiát. Lebo netrápi zo svojho srdca, ani nezarmúcuje synov človeka. Tehát ez nagyon fontos, hogy mit csinálunk szívünk szerint, és mit nem szívünk szerint. Tu nám ukazuje práve na ten stav nášho srdca, že čo robíme podľa srdca a čo nerobíme podľa srdca. Hogyha mi valakivel megbeszéljük, úgymond azért, mert imádkozni akarunk érte, mondjuk a testvérünknek a bűnét. Keď sa s niekým dohodneme, že sa budeme za bratov alebo sestry hriech modliť, akkor azt úgy kell, hogy nem szívünk szerint, hanem egy kényszerűség, hogy hát erről sajnos beszélni kell, de nem élvezzük. Ja, keď máme sa o tých veciach rozprávať, o hriechoch nášho brata alebo sestry, tak to nie je z nášho srdca, ale ako nutnosť, ktorú nevďačne, ale musíme porozprávať sa o tom.
És én észrevettem, hogy ebben az időszakban, a tom čase som ja, amikor valami rosszat láttam a Tomin, akkor hogy én belül annak örültem. Keď som videl nejaké zlyhania v živote mojho brata, tak ja som sa niekde tešil tomu. Úgyhogy pedig ugye az ember, hogyha valakit szeret, akkor annak a bűneiről nem szíve szerint beszél, hanem egy fájdalommal, egy tehát úgy, hogy nem örül neki. Teda, keď máme takto, takýto stav, tak sme, nemáme to robiť zo srdca, nemáme sa z toho tešiť, že môžeme proste preberať nášho brata alebo našu sestru, ale brať to ako nutnosť, že teda... És viszont az imának kell szívünk szerintinek lennie. Ale modlitba už musí byť podľa srdca. Úgyhogy ez volt nekem itt nagy fölismerés, hogy toto bolo veľké poznanie pre mňa. Néha rossz dolgokat is kell csinálnunk, valakit fegyelmezünk, főleg a saját gyerekeinket, de van úgy, hogy mást is. Že niekedy musíme napomínať, niekedy aj naše deti máme napomínať, alebo aj iných, možno bratov a sestry máme napomínať. De az a jó, hogyha ezt nem szívünk szerint csináljuk. Ale to je dobré, keď toto nerobíme s takou radosťou, alebo s takým podľa nášho srdca, ale ako z potreby, z nutnosti. Mert Isten is ilyen, azért mondja itt lebo az ilyen. Lebo Boh je takýto. Hogy nem szíve szerint alázza. Nie zo srdca, alebo nie podľa svojho srdca pokoruje človeka. És szomorítja az ember. A zahrúzuje človeka. Úgyhogy az a természete az ilyen rossz dolgoknak, hogy az egyik bűn egy másikat szül sokszor. Tehát, hogy valaki valakit megbán, és a másik meg is, nem Isten szerinti módon reagál rá, és akkor ott van egy másik bűn. To je problém, že hriech rodí hriech. A keď niečo nie podľa srdca Pánovo riešime, tak nám vyrába ďalší problém. És az többnyire az a minimum az a bűn, hogy az az ember, akit megbántanak, az a másikat vagy elítéli, vagy pedig megsértődik, vagy ilyesmi. A problém je ďalší v tom, že ten človek, ktorého sa takto dotýkajú veci, potom buď to nevie prijať, alebo sa cíti byť ukrivdený, zranený. És akkor annak a másik embernek ő már az ellendrukkere, és nem a közbenjárója. A potom sa stáva už vlastne takým, ako keby držal palce proti tomu bratovi. És ez, ha az ember erre rájön, ez arra jó. A keď človek sa v tomto zobudí a príde na to, to je na to dobré. Hogy akkor könnyebben megérti, vagy könnyebben megbocsát annak a testvérnek. Že keď toto príde na svetlo, tak ľahšie vie odpustiť tomu bratovi. Mert látja, hogy ő is bűnös, mert ő meg rosszul reagált arra a dologra. Lebo vidí, že aj on má v tom nesie svoju vinu, lebo špatne reagoval na tie veci. Mert mi nem vagyunk felelősek másoknak a tetteiért. My nie sme zodpovední za skutky iných. De felelősek vagyunk a saját reakciónkért az tetteikre. Ale sme zodpovední za vlastnú reakciu na ich nesprávne skutky. És itt a példa mutatja, hogy voltak emberek, akik nem ilyen szívvel imádkoztak a Tomiért. A tu je aj príklad, že boli ľudia, ktorí nie s takým srdcom podľa Pána sa modlili za Tomáša. És meg vagyok róla győződve, hogy ezért ez a dolog, ezért következett be ilyen szépen ez a fölismerés. A preto ja verím tomu, že Pán dal toto vytriezvenie alebo také zobudenie sa z toho stavu a tak pekne to Pán vyniesol na svet. Mert történhettek volna súlyosabb dolgok is, kapcsolatok mehettek volna közbe teljesen tönkre, vagy valami. Mohli sa stať aj oveľa ťažšie veci, mohli sa zničiť vzťahy, mohli sa zničiť určité relácie, vzťahy. Čiže Ben Istennek egy nagy kegyelmét látom. A ja v tomto vidím Božiu veľkú milosť.
És, de azoknak az embereknek a kegyelmét is, akik ezt a terhet fölvették és imádkoztak érte. Ale aj na tými vidím tú Božiu milosť, ktorí zobrali toto bremeno a modlili sa a prednášali pred Pána. Toľko by som. Po srdca poďakovať každému, kto sa modlil za mňa. Mindenkinek szeretném szívből megköszönni, aki imádkozott értem. Ďakujem vám, že takto ste vlastne slúžili Pánovi. Köszönöm nektek, hogy ilyen módon szolgáltatok az Úrnak. A ste ma z tej slepoty vyslobodili. És kiszabadítottatok abból a vakságból. A chcem, aby tento príklad, to, čo sa stalo so mnou, aby to bolo, vlastne toto bolo príklad moje, alebo upozornenie. És azt akarom, hogy ami velem történt, hogy az példa legyen mindenki számára, figyelmeztetés. Vihli tomuto, hogy ezt kikerüljétek. Že keď vy vnímáte určité veci ináč, alebo vám ináč chápete niektoré učenia alebo verše. Hogyha bizonyos dolgokat ti másképp láttok és másképp értelmeztek bizonyos tanításokat vagy ige verseket. Abyste to vaše poznanie s láskou odovzdávali. Hogy azt a ti ismereteteket szeretettel adjátok tovább. Abyste sa láske medzi sebou vzdielali. Hogy egymás között szeretettel osszátok meg. Aby to bolo na budovanie. Hogy ez épülésre legyen. A nie na aby to nebolo destruktívne na tie vzťahy. És ne rombolólag hasson a kapcsolatokra. Lebo aj keď vy môžete mať aj pravdu v tých niektorých veciach. Mert ma igazatok is van bizonyos dolgokban. Ale my nemáme fackať ľudí Božím slovom. De nekünk nem az a feladatunk, hogy pofosszuk az embereket Isten igéjében. Lebo niekedy si môžeme myslieť, že činíme Božú vôľu. Néha azt gondolhatjuk, hogy Isten akaratát cselekedjük. Pritom ideme proti Pánu. Miközben az Úr ellen megyünk. A len sa izolujeme od ľudia, od Pána. Csak elszigetelődünk az emberektől, meg az Úrtól is. Zatvárame srdcia. És bezárjuk a szívünket. Zatvárame srdcia aj tých ľudí, ktorí by sa ešte dostali aj vyššie k Pánovi a my to tam blokujeme. És bezárjuk azoknak az embereknek a szívét, akik közelebb kerülhetnének Istenhez, és mi ezt ott akadályozzuk. Takže naozaj dávajme si pozor, aby to zdieľanie, to odozdávanie, tá naša komunikácia by bola v láske. Úgyhogy vigyázzunk arra, hogy amikor megosztjuk egymással igazságokat, akkor mi kommunikációnk a szeretetben menjen végbe. Mi to bolo na budovanie cirkvi. Hogy ez az egyházat építse. Amikor všetko na Božiu slovo. És mindenben legyen meg Istennek a dicsőség. Amen. 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 Sábor legyszer szóltam így. Jövő. Szerda. Jó? Letelt az időnk, és megígértük, hogy be fogjuk felszínni. Zájim, mojim bratia a sestri. Drága testvéreim. Tak prežívam v srdci, že Pán proste veľmi vážne prehováral k nám. Az van a szívemben, hogy az Úr nagyon komolyan szólt hozzánk. A podobné veci som zažil takisto aj ja v mojom živote, ako čo vyznával to brat Tomáš. És én is hasonló dolgokon mentem keresztül, amiket itt megvallotta a nás testvér. Kde ma Pán učil pokore, tichosti. Ahol az Úr engem alázatra is, és csöndességre tanított. A veru musel som prísť na to, és bizony rá kellett jönnöm, že keď som si už myslel, že o, aký som ja trpezlivý, hogy amikor már azt gondoltam, hogy ó, én milyen türelmes vagyok, vtedy sa vyplulo šidlo z vreza, akkor bújt ki a szög a zsákból, a ukázalo sa, aký som netrpezlivý. És kiderült, hogy milyen türelmetlen vagyok. Teda máme z čoho činiť pokáň. Úgyhogy van miből megtérnünk. A tí, ktorí majú nádej na stretnutie s Pánom Ježišom, és azok, akik reménykednek az Úrra való találkozásban, oni sa očisťujú, azok megtisztítják magukat, posvecujú, megszentelik magukat, svoje vzťahy, a kapcsolataikat, s Bohom, Istennel, aj s ľuďmi, s emberekkel is. A tým sa vlastne stáva to naše svedectvo hodnoverné.
És ezzel válik a bizonyságtételünk hitelessé. Že Pán Boh položí na to svoju pečeť. Že az Úr ráteszi a pecsétjét. Budeme sa modliť. Imádkozni fogunk. Skloníme srdca. Ti ďakujem za tento dnešný večer. Szívből köszönöm neked ezt a mai estét. Ďakujem za vyznanie nášho brata. Köszönöm a testvéremnek a megvallása. Ďakujem za to, že sme mohli uvidieť, ako pracuješ. Köszönöm, hogy megláthattuk, hogy hogyan dolgozol. Medzi nami. Közöttünk. V nás. Bennünk. A ďakujeme ti za to, že to, čo prežíval, neskryl. És köszönjük neked, hogy azt, amit ő átélt, azt nem rejtette el. Ale mohol otvoriť svoje srdce. Hanem megnyithatta a szívét. A mohol nám vydať o tom svedectvo. És bizonságot tehetett róla. Pokorne ťa prosíme. Alázatosan kérünk. Aby si ho zachoval. Hogy őrizd őt meg. A teraz prosíme aj za jeho milovanú manželku. És az ő feleségéért is könyörgünk. Ktorá takisto nosí pod svojim srdcom. Aki ugyanúgy hordozza a szíve alatt. To drahé dieťatko. Azt a drága gyermeket. Ktoré príde na tento svet. Aki meg fog születni. Prosíme ťa za Reni. Könyörgünk Reniért. Aby si ju požehnal. Hogy áld meg. Prosím, aby si ju zachoval. Könyörgünk, hogy őrizd őt meg. Prosím ťa, Pane, aby si ju objal. Kérlek, hogy öleld át. A prosím, aby si jej ukázal, ako veľmi ju miluješ. És kérlek, mutasd meg neki, hogy milyen nagyon szereted. Aká je veľmi dôležitá pre teba. Hogy ő milyen fontos a számodra. Požehnaj aj mojho brata Tomáša. Áld meg az én Tamás testvéremet. Aby sa vedel radovať z toho, čo ty prinášaš do jeho rodiny. Hogy tudjon örülni annak, amit te a családjába beleviszel. A prosím, zachovaj ich. És kérlek, őrizd meg ők. És áld meg őt. Aj to dieťatko. Ezt a gyermeket is. A tak nech je zo všetkého chválené. És akkor mindenben legyen dicsőítve. Milované. És szeretve. A ctené. És tisztelve. To drahé meno Pána Ježíše Krista. Az Úr Jézus Krisztusnak a drága neve. Vo všetkých veciach nášho života. Életünk minden dolgában. Ott teraz až na veky. Mostantól kezdve mindörökké. Amen. 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 Ak niekto máte vďačnosť vo svojom srdci, a vám bol kinek. Hána, môžem si vieda. Môžete sa modliť. Pane Ježiši, ja ti ďakujem za toto dnešné vyučovanie. Ďakujem ti za teba samého. Ďakujem, že aj za mladých rozumiem, aj ja im, lebo aj ja som podobne ako aj Tomáš, ktorého ešte nepoznáme, teraz prvý raz som počul jeho svedectvo, ja som bol mladý podobne vyškatulkovaný do nejakých profilov a chcel som podľa toho, ale ty si ma predsa previedol, Pane, tak do osobného vzťahu, že si ma naučil z teba žiť a byť trpezlivý, milovať aj mladých a načúvať im a tak ti veľmi ďakujem za to, že práve tie mnohé skúšky a svedectvo Ducha Svätého, ktorým si ma menil svojim slovom, svojim obrazom, mňa Danimo, ktorý som bol tiež zahynulý, ale si ma zachránil. Pane Ježiši, ďakujem tebe za túto milosť a Pane, tak ozaj pozdvihujem tvoje meno a vyvyšujem tvoje meno a zvelebujem tvoje meno, že v Kristovi môžeme byť jedno, rôzne spoločenstvo, alebo rôzny, z rôznych skupín. Ďakujem, Pane Ježiši, že nemusím byť ani ja sluhom ľudí, ale že aj chcem počúvať, ale aj to ma len zachránilo vždy, že tvoj hlas ma vždy volal k tebe samému osobnému vzťahu. A Pane, že nemusím potom niekoho natlačovať do nejakých svojich šablón, alebo profilácii, lebo tebe sa to protiví. Pane, ty chceš ozaj ten originál nás, tvojho obrazu vypodobiť. Pane, aby sme sa podobali tebe. Ja tebe za všetko ďakujem. Amen. Amen. Pane Ježiši, tak ďakujeme za to, že nás voláš sebe vyššie. Ďakujeme ti za to, Pane, že
chceš, aby sme svietili celým svojim životom, nielen rečami, Pane. Tak nás nauč byť poslušnými a pokornými, aby naše slova neboli prázdne reči, Pane. Ťa prosím, Pane, ukáž nám, kde je naše miesto, Pane, v Tvojej službe, Pane. A aby sme mohli tak zasahovať a tak si robiť všetky naše povinnosti, všetky naše veci, Pane, aby sme na Tvoju slávu žili. Aby sme viacej, Pane, viacej tým životom, Pane, aby sme viacej vedeli svedčiť. Modlíme sa, Pane, aby Ty si otváral srdcia v našom okolí, Pane, našich ľudí, Pane, ktorým sme už sa snažili hovoriť, ale mnohokrát náš život, Pane, nebol taký a nevedelo sa ich to dotknúť, Pane. Modlím sa, aby si všetky naše prehry, všetky naše slabosti obrátil na Tvoju slávu, Pane. Aby si sa v nich oslávil. Ďakujeme Ti, Pane, za tento zbor, za toto vyučovanie, Pane. Ďakujeme Ti, že sa nás navzájom buduješ a povolávaš nás. Odpusti nám, Pane, naše slabosti. Modlíme sa, aby sme aj my k našim bratom a sestrom vedeli s láskou pristupovať, Pane. A nie len ich chyby vidieť, ale svoje v prvorade, Pane. A byť oslobodený, aby potom, keď vyberieme svoje brvno zo svojho oka, potom, aby sme vyberali triesky svojim bratom, Pane. Tak oslav od nás, oslav seba v našich životoch, Pane. Ďakujeme Ti. Daj nám Tvoju vytrvalosť, Pane, Tvoju pokor do našho života, aby sme im Tvojim obrazom boli, Pane. Nie obrazom ľudí. Ďakujeme Ti, že vypočúvaš nás a tak konaj Tvoju svetú vôľu v našich životoch. Amen. 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 Pane, keď jeme druhým osami megtartésami, ami elvezetet a azóta, amelyiket te választottad ki nekünk, és Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy semmi másra nincsen, ami megtartan, ami úgy, mint a te kegyelmed, Uram. Köszönöm neked azt, hogy ez az, ami Uram, engem is felemel mindenkor, hogy Uram, a te gyermekedként, hogy rád nézhetek, és hogy veled járhatok, és köszönöm Te neked, Uram, azt, hogy Te, a Te szent lelked az, aki megelevenít, aki elindít, aki fölbuzdít, és aki megtanácsol, Uram. Én ezt kérem mindannyiunk számára, hogy tanácsolj meg, Uram, mi utainkon ott, amerre járunk, hogy úgy világítsunk, Uram, hogy a mi lámpásunk égjen, és hogy tiszta legyen az a lámpás, Uram, és kérlek azért, hogy Uram, tartsál meg engem is, Uram, de mindannyiunkat, Uram, azon az úton, amelyiken elindítottál, hogy elérkezzünk Te hozzád, Uram, és hogy naponként, hogy meg tudjunk előtted állni, Uram, hogy naponként előtted meg tudjunk alázkodni, Uram, hogy békességbe tud, Uram, Te is, ami életünket vezetni, és hogy, Uram, én is azért adom neked hálát, hogy az én életemet is, hogy tisztítod, Uram, de hogy ez nem megy könnyen, és nem megy mindig mosolyogva, hanem hogy sokszor, Uram, sok a harc, és sok a fájdalmas harc, Uram, de köszönöm, hogy Te vagy az, aki mindenből ki tudsz húzni, és aki megfogja a kezünket, és aki kihúzol belőle, Uram. Ezért áldom és magasztalom a Te nagy és szent nevedet, és Úr Jézus, kérlek azért, hogy maradj velünk továbbra is, és kérlek, Uram, azért, hogy a Te kegyelmedből tartsd meg ezt a gyülekezetet is. Amen. Amen. Állom neked, mennyi atyám, köszönjük neked az Úr Jézus nevében, a drága kijöntött kegyelmedet, amit kiöntöttél számunkra a mi szívünkben, a Te igédben, a Te beszédedben, intésedben, buzdításodban és bátorításodban. Köszönjük, hogy ezt a megtört nátszálat még nem töröd jobban meg, hanem mellé állsz, és felállítod a Te kegyelmeddől, Uram, és a pislogó gyertyát nem fogod elortani, hanem nagyobb lángot adsz a Te kegyelmedbe. Azért, hogy dicsérjük a Te drága kegyelmedet, dicsérjük a Te nevedet, mert méltó vagy rá, Urunk, hogy hozzánk álltál, elesettekhez, és megmostál, és fölemeltél. Hála neked, Úr Jézus! Így szeretnénk egymásra is nézni, Urunk, úgy, ahogy Te nézel mi ránk. Köszönjük ezt neked, Uram, ezt a látást, mert ez Te tőled való.
és úgy dicsérünk, és magasztalunk, és áldunk, és egymást is így áldjuk abból az áldásról, ahogy Te megáldottál minket, Uram. Köszönjük ezt a kegyelmet, dicsőség neked. Amen. 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 Tati, ďakujeme Pani Ježišu Kriste za tento večer. Do Tvojich svätých rúk kladieme svoje životy a prosíme, aby si nás naplnil Svätým Duchom, aby nám Duch Svätý pripomínal tieto slova v tých všetkých dňoch našho života, aby sme neboli len poslucháči, ale činiteľmi Tvojho slova, aby sme si uvedomili, že ľudia nie len naše reči počúvajú, ale pozerajú aj náš príklad. A tak nám pomôž, aby príklad nášho života i slova boli v súlade a tak to boli také harmonii na čest a slávu Tvojho mena a na záchranu mnohých hynúcich duší. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem, že ste s takou láskou, trpezlivosťou vydržali.